Február 11. péntek. A Gárdonyi Géza Színházban a Csipke Rózsika című előadást nézhetik meg az érdeklődők délelőtt 10 és délután 3 órától. Csipke Rózsika klasszikus története elevenedik meg a Budapest Tánc Együttes táncszínházi produkciójában, amelyben az eredeti néptáncok mellett minden elhangzó szöveg és felcsendülő dallam a tradicionális magyar folklór elemeit használja fel. Az Uránia moziban a Sorstalanság című magyar filmdrámát 15, 17, 30 és 20 órától láthatjuk. A film a Nobel-díjas Kertész Imre író és az Oscar-díjra jelölt Koltai Lajos operatőr nagyszabású együttműködésének eredménye. Első regényből rendezői első film, megható és megrázó szenvedés és leépülés történet. Az Uránia kamaramoziban Che Guevara a Motoros Naplója című filmdrámát vetítik 15.30, 17.45 és 20 órától. A forradalmi lelkület születése egy motoros túra keretében. Szembesülés a múlt fenségével és a jelen nyomorával, szépséggel és igazságtalansággal. A filmeket csütörtökig nézhetjük meg. Fallal szemben a címe annak a német filmdrámának, amit a Művészmoziban pénteken és hétfőn vetítenek este 17:30 és 8 órától. A film a 2004-es berlini fesztivál nagydíjának nyertese. A Gárdonyi Géza Színház stúdiószínpadán 19 órától az Ödipusz című művet adják elő. Aurora és Fába szorult féreg koncert várja péntek este az Egál Kárt klubba látogatókat. Február 12. szombat. Szombaton és vasárnap a Vitkovics házban felnőtt kézműves műhelyt tartanak, ahol a viaszos batik technikával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Belépő a két napra 1000 forint. A megyei művelődési központban délután 5 órától görög táncház lesz. Szombaton, kedden és csütörtökön 19 órától Gorki művét az éjjeli menedék helyett nézhetik meg a színházkedvelők a Gárdonyi Géza Színház nagy színpadán. Az Egálban Egál Dizsi Szilvesztárral és Nasszárral, a Caféban Kígyó és Délzenél. Február 14. hétfő. A megyei művelődési központban 17 órától Bartók János mérnök tanár tart előadást Tennivalók a kiskertekben, felkészülés a tavaszi munkára címmel. Ugyanitt 18 órától a Kálnoki László Egyesület és a megyei művelődési központ közös rendezvénye lesz Nemzedékek irodalmi est címmel. A belépő 250 forint. A Hallgatói Klubban 20 órától Tankovics Ádám jazz vibrafon estje lesz látható és hallható. Február 15. kedd. A Művészetek Házában este 7 órától Szakcsi Lakatos Béla és Horváth Kornél koncertje lesz. A belépő 800 forint. A Hallgatói Klub 19 órától indiai kulturális esttel, 21.30-tól a 90-es évek zenéivel várja vendégeit. Február 16. szerda. Utolsó alkalommal kerülnek vetítésre az Uránia moziban a Sorstalanság és a Kamarában a Che Guevara a Motoros Naplója című filmek. Bajzát Gergely főiskolai hallgatók kiállításának megnyitója lesz a Művészetek Házában 17 órától. Megnyitja Madaras László grafikus művész. A kiállításon olaj és tempera képek, grafikák láthatók. A képeket február 26-ig nézhetik meg az érdeklődők. A Gárdonyi Géza Színház nagy színpadán Örkény István művét a Tótékat adják elő este 7 órától. EKF buli várja szerda este az Egál Kárt klubba látogatókat, Deák Beer Blues band koncerttel és tánccal. A Caféban Stejbi és Zaradin zenél. A Hallgatói Klubban 21.30-tól farsangi buli lesz, a szervezők a legjobb jelmezeseket értékes nyereményekkel jutalmazza. Február 17. csütörtök. Az Uránia moziban délután 3 és 5 órától a Mici Mackó és az Elefánt című amerikai rajzfilmet vetítik. Az Uránia kamaratermében az Ifjú Churchill kalandjai címmel egy angol vígjátékot nézhetünk meg 16 és 18 órától. Ugyanitt este 8 órától a Temetetlen Halott című magyar történelmi drámát láthatjuk. Mészáros Márta filmje a mártír miniszterelnök Nagy Imre életének utolsó szakaszát mutatja be. A forradalom bukását romániai fogság, budapesti bebörtönzés, majd szégyenletes koncepciós per követi. A kivégzést pedig a felejtés. A Művészetek Házában dr. Csernus Imre pszichológus előadás sorozatának második része lesz a Makacság címmel 18.30-tól. A belépő 600 forint.
A Gárdonyi Géza Színház stúdió színpada Nem félünk a farkastól című előadással várja a színház kedvelőit. Csütörtökön este az Egálkált klubba látogatók társas játékokkal játszhatnak és pingpongozhatnak. Ezek a következő pár nap programjai. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!